Bunum TV, Magyarország első magyar nyelvű közösségi katolikus televíziója. Kérjük, hogy imáival, önkéntes munkájával és adományaival támogassa a televízió további fejlődését. Abban az időben egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt. Mester, szólította meg, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így felelt. Mit mond erről a törvény? Mit olvasol benne? A törvénytudó így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívvel, teljes lelkeddel és teljes elmédből, fele barátodat pedig, mint saját magadat. Jézus ezt mondta neki. Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz. A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól. Tehát ki az én fele barátom? Jézus történettel felelt a kérdésre. Egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan hagyták. Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Azután egy lavina jött arra. Ő is meglátta, de elment mellette. Végül egy szamaritániust is arra vitt az útja. Amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Oda ment hozzá, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte, majd felültette teherhordó állatára, elvitte egy vendégfogadóba és gondoskodott róla. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel. Viseld gondját, és ha többet költenél rá, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz, e 3 közül ki volt az igazi fele barátja annak, aki a rablók kezébe került? A törvénytudó így válaszolt, aki irgalmasságot cselekedett vele. Jézus így folytatta, menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél. Jézus története felelt a kérdésre. Ezt gyakran megtette. A hívek ma is ezt várnák minden törvénytudótól, nem csak vasárnaponként, a prédikációkban, de például a szakirodalomban, a bíróságokon és a parlamentekben is. Egy történet átélhetővé teszi az elveket. Történet nélkül a szabály holt betű, egyfajta absztrakció. Vegyük csak Jézus és a kérdezgető törvénytudó párbeszédét. A tudós kérdésre lehetne tudományosan is válaszolni, lábjegyzetekkel és bibliográfiával. A teológia néha ezt teszi. Jézus ellenkérdése már útmutatás a helyes megközelítésre. Az első lépésre, hisz nem az a kérdés, mit mond erről a törvény, azt ugyanis Izraelben minden gyerek tudta, hanem az, hogy mit olvasol benne. Más szóval, mit jelent ez a te életedben? Ha betartod a törvényt, mi lesz életedben másképp? A törvénytudónak pont itt volt a deficitje, de legalább bemerte ezt vallani. Feltette a valódi kérdést, ki az én fele barátom? A válaszra elmondott történet nem puszta illusztráció, hanem meghívás egy teljesen új, az evangéliumi életre. A történet valójában életprogram. Az a hajdani kérdezőnek és az mindnyájunknak. Ma is feltetjük a kérdést, ki az én fele barátom? Mi is a válaszunk? A Bunum TV-t keresse és kérje kábel szolgáltatójánál.